Január 1-től kötelező a helyi önkormányzatoknak legalább egy szakembert biztosítaniuk a közösségi intézményekbe. Ennek okán segít a kistelepüléseknek a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési foglalkoztatási és képzési programja, ami 5,5 milliárd forintnyi kormányzati támogatásból valósul meg. Tolna megyében 81 település részesül a támogatásból, többek között Bogyiszló is. Varga Dalma, a Bogyiszlói Művelődési Ház vezetője azt mondja, nagy segítség számára a plusz munkaerő, hiszen eddig a kulturális intézmény mellett a helyi tájházat, illetve könyvtárat is egy személyben vezette, és a járványhelyzet ellenére az éves ütemtervet is ő állítja össze. Mind a minőségi és mennyiségi vonatkozásban is azt, hogy a rendezvényeket ugye ki tudjuk bővíteni, hát természetesen a gazdasági dolgokat is tekintve, de minden esetre én azt gondolom, hogy amikor majd elindul az élet, ketten sokkal több mindent fogunk tudni csinálni, mint egy ember. A Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei igazgatóságának igazgatója szerint a program komoly segítséget nyújt a községeknek azzal, hogy finanszírozza a foglalkoztatottak oktatását és egy évig a bérüket is. Aki a programban részt vesz és foglalkoztatottként veszi föl az, amit alkalmazottunk, tehát a bér és járulékot azt mi fizetjük utána. Azon kívül minden, aki részt vesz ebbe a programba, kap egy képzést, ami több mint 300 ezer forint, tehát 900 órás OK és képzést kap, amivel bizonyítvánnyal novemberben bizonyítvánnyal fog kikerülni innen. A képzést elvégző, illetve a programban résztvevő szakemberek ezáltal képessé válnak településükön közösségi és kulturális eseményeket szervezni, támogatni tudják az amatőr művészeti körök tevékenységét.